Az október 13-án megtartott önkormányzati választás végeredményét még aznap megállapíthatták a választási bizottságok, de az is előfordulhat, hogy ez átcsúszott már a következő napra. Ettől az időponttól kezdve 3 napon belül lehet megtámadni az eredményt jogszabálysértésre vagy számolási hibára hivatkozva. Ez a határidő már lejárt. A területi választási bizottsághoz még nem érkezett ilyen beadvány, arról viszont tudnak, hogy Szekszárdon a szavazás végeredményét több esetben megtámadták. Ha helyt adnak a kérelemnek, újra átnézik a szavazólapokat. Ebben az esetben a területi választási bizottság be fogja kérni a helyi választási irodáktól az adott szavazókörnek a szavazatait, és a területi választási bizottság fogja megszámolni ismételten a szavazatokat, és megállapítja a végleges eredményt. Ebben az esetben a bizottságnak 6 napra növekedik a jogorvoslat elbírálásának a határideje. Szekszárdon várható volt, hogy lesz igény a szavazatok újra számolására, hiszen 4 választókerületben is 20 alatti a különbség a győztes és a második legtöbb voksot kapó jelöltek között. A különbségnél mindenhol több az érvénytelen szavazatok száma. Az Éjjel Szekszárd Egyesület és a Fidesz-KDNP ugyanúgy érdekelt lehet egy-egy választókerületben a szavazatok újra számlálásában. Szerettük volna megtudni, hogy kik, milyen indokkal és melyik választókerületekben szeretnék elérni a szavazatok újra számlálását, de a helyi választási iroda vezetőjét egész nap nem sikerült elérni, így azt is csak a területi választási irodán keresztül sikerült megtudni, hogy kifogások is érkeztek Szekszárdra. Az ilyen kifogásoknak az is lehet a végső eredménye, hogy akár megismételtetnek egy-egy választást az adott egyéni választókerületben. Ha idáig nem jutnak el a jogorvoslati lehetőségek során, akkor jogerőssé válik a választás végeredménye, és a jogerőre emelkedés után 15 napon belül meg kell alakulniuk a települési képviselőtestületeknek. Ez alól kivétel a megyei közgyűlés, aminek a választást követő 15 napon belül kell alakulóülést tartania.